ünnepeltek a Békeváros részben? Ismét nyitva áll a parkoló az élményfürdőnél. Sportnap kicsiknek és nagyoknak. Köszöntöm nézőinket, Önök a D+ TV híradóját látják. 2017. szeptember 1-től ismét Dunaújvárosé az élményfürdő, amelynek rekonstrukciója várhatóan októberben kezdődik, és a Fabóéva sportuszodával együttesen mintegy 4,5 milliárd forintból újul meg. Iván László önkormányzati képviselő tájékoztatása szerint a fürdőkomplexum előtti parkoló területét ismét megnyitják a lakosság, illetve közlekedők számára, így újra lehetőség nyílik az ott történő parkolásra. Ünnepeltek a Békeváros részben. A március 15-e téren családi programokkal várták az érdeklődőket az első alkalommal megrendezett városrészi napon. A rendezvény különlegessége volt, hogy átadták a felújított napsugárt, a góvodát és Makmarci bölcsődét. Luffy, Bohóc, az Alma együttes és Vatta cukor. Csak néhány, már-már elmaradhatatlan kellék egy jó hangulatú családi naphoz, amelynek elsőként adott otthont a március 15-i tér a Békeváros részben. A rendezvényre sokan kilátogattak. Nagyon tetszik, főleg úgy, hogy elkészült az új óvodánk, úgyhogy ráadásul a kisfiam ide jár ebbe az óviba, és nagyon örülünk neki, hogy végre itt is van valami. A játékbusz. Van benne csúszda, meg vannak olyan párnásai. A városrészi napot hivatalosan Cserna Gábor, Dunaújváros megyei jogú polgármesterének köszöntő szavai nyitották meg. A polgármester kitért az elmúlt időszakban a városrészben főként a gyermekek számára megvalósuló fejlesztésekre is, majd megköszönte Hingyi László és Stankovics László önkormányzati képviselők közös munkáját, és végül arra kérte őket, teremtsenek hagyományt a városrészi napból. Hogy azok a fejlesztések, amelyek az elmúlt hetekben megvalósultak ebben a városrészben, azok is leginkább gyerekeknek szóló fejlesztések. Ilyen a napsugár óvoda rekonstrukciója, illetve a Makmarci bölcsőde felújítása. Állami segítséggel, állami forrásból, a város vagyonkezelő cégének, a DVG ZRT jóvoltából. Mi történt az óvodában és a bölcsődében? Épületek homlokzatának rekonstrukciója, tetőszerkezet rekonstrukció, nyílászárók cseréje, padlóburkolatok cseréje, akadálymentesítés, illetve új játékok beszerzése, ahogy a mögöttem lévő játszótéren is. A héten, az elmúlt hetekben új játékelemek kerültek kihelyezésre. Szintén megvalósult egy új játszótér a mellettünk lévő Tavasz utcában. Ez is az itt élők kényelmét szolgálja. Én úgy gondolom, hogy a városrészi lakóknak erre igényük van, és szeretik, mert látik is. Mondjuk ehhez a jó idő is kellett, a jó szervezés, és mindenféleképpen ugye városokban egyik legtöbb olyan városrész, ahol nagyon sok fiatal és gyerek van, és úgy gondoltuk, hogy ezeknek a gyerekeknek, felnőtteknek mindig kell biztosítani egy olyan lehetőséget, ahol nem csak külön-külön vannak, hanem együtt találkoznak barátokkal, osztálytársakkal, óvodatársakkal, bölcsődetársakkal, és meg tudják beszélni a problémáikat. Rengeteg a fiatal, és azt szeretnénk, hogy egy évben egyszer, vagy ha nem egyszer, de többször is találkozzanak az emberek, beszélgessenek egymással, és a gyerekek jól érzik magukat itt. Ezek pedig már a felújított napsugártag óvoda belső képei. Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi óvoda intézményvezetője, boldog és elégedett az elmúlt hetek munkájával, amelynek gyümölcse most beérett. Szeptember 4-én már 174 kisgyermeket fogad a Békeváros részi tagóvoda. Elkészültünk, most már az óvónénik már a csoportokat rendezik, hogy a gyerekeket 4-én méltó környezetbe fogadhassuk. Nagyon szép lett az óvoda, megérkeztek a vadi új csoportszobajátékok, illetve a csoportszoba új bútorokkal gazdagodott, kaptunk új öltözőszekrényeket, tehát olyan gazdag dolgokat bővült ez a projekt menet közben, hogy mi is csak néztünk, hogy szőnyegek, függönyök, tehát szinte totál megújul az óvodán kívül-belül. A Békeváros részi nap az önkormányzat támogatásával a Dunaújvárosi Túrinform iroda szervezésében valósult meg. Vitál sportnap.
sportolj ma! Ez volt a mottója szombaton a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség és a Decathlon Áruház közös szervezésében megrendezett sportnapnak, amelynek célja a mozgásra való ösztönzés. Sípszóval kezdődik az U5-ös korosztály 3 plusz 1 főből álló csapatainak mérkőzése a Vitás sportnapon. A második ovi foci kupára nem csak a város, de a környező települések óvodáiból összesen 50 kisgyermek érkezett, annál is inkább, hiszen többségüknek a futball a kedvence. Azért, mert én sokszor tudok nagyokat rúgni. Focsi. A szülők szerint ez a nap kiváló lehetőség arra, hogy a kicsiket megmozgassák. Az óvodában jelezték nekünk, hogy van egy ilyen lehetőség, és jó program, hogy a gyerekek mozoghatnak a városba. Nagyon mozgékony, mivel ő már nem első gyerek, úgyhogy nagyon hamar megtanult mindent járni, biciklizni, és biztos, a fiúk másabbak, mint a lányok, úgyhogy szerintem ők hajlamosabbak bármilyen sportnak az űzésére is. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetséggel közösen megrendezett Decathlon Vitás sportnapon a város sportegyesületei is részt vettek. A sportesemény céljáról a főszervező Németh Kitti beszélt. A cél az lenne, hogy a gyerkőcök megtalálják azt a sportot itt az iskolakezdés környékén, ami esetleg őket a leginkább érdekli, és amilyen irányba elindulnának a jövőjükben. Itt pedig már az áruház mögötti füves területen járunk, ahol a DLS hagyományteremtő céllal megrendezte az első Vitásport focikupát, amelyre 6 amatőr kispályás labdarúgó csapat nevezett. Indul az őszi bajnoki szezon szeptember közepén, és ez az utolsó lehetőség arra, hogy a csapatot kicsit összecsiszoljuk, plusz egy nagyon jó kezdeményezés, és értékes a fődíj. Ez a legfőbb motivációnk mára. Ez számunkra is nagyon fontos, hiszen a Dunás Labdarúgó Szövetség célja, hogy minél több embert megmozgasson és a pályára hívjon, és nagyon örültünk, amikor az áruház igazgató Takács István megkeresett minket ezzel az ötlettel, hogy egy hagyomány őrző rendezvényt valósítsunk meg. A Vitás Sportnap egy országos rendezvénysorozat, amelynek részeként az érdeklődők az adott város helyi sportegyesületeivel találkozhatnak és ismerkedhetnek meg a különféle sportágakkal. A rendezvény mottója Sportolj ma! Kedden a horvátországi Vukovárból érkezett Marijan Pavlicek alpolgármester és hivatalos delegációja azért, hogy Cserna Gábor polgármesterrel aláírják a két település testvérvárosi kapcsolatáról szóló nyilatkozatot. Miután megérkeztek a vendégek, egy zárt körű tárgyaláson vett részt Marijan Pavlicek, Vukovár alpolgármestere, Szanya Tokics, a polgármesteri hivatal vezetője, illetve Jakumetovics Rozália, a Vukovári Magyarok Egyesületének elnökasszonya. A tárgyalóban Cserna Gábor Dunaújváros polgármestere, Galambos Dénes országgyűlési képviselő, Szepesi Attila gazdasági és stratégiai ügyekért felelős alpolgármester és Gombos István humánügyekért felelős alpolgármester fogadta őket. A tárgyalás végeztével aláírták a testvérvárosi kapcsolat felvételéről szóló szándéknyilatkozatot. Az ajándékozást követően Galambos Dénes beszámolt a nap fontosságáról. Ez azért fontos ez a mai szándéknyilatkozat aláírás, amelyet itt a Dunaújvárosi Városházán megejtettek a felek, hogy ezzel elindul tulajdonképpen egy partnertelepülési, vagy ahogy mi itt úgy mondjuk Magyarországon testvértelepülési kapcsolat. A két nemzetet összekötik történelmi és egy korábbi nagy nemzetállamban való együttes életnek a gyökerei. Itt gondolok arra, hogy a horvát és a magyar nemzet a történelmi időszakokban, és itt a monarchia időszakára gondolok, az utolsó békeidőben nagyon konstruktív, jó kapcsolatban tudott együtt élni. Cserna Gábor, Dunaújváros polgármestere hangsúlyozta az együttműködési lehetőségeket és a két város kapcsolódási pontjait. Felsorolta, hogy milyen területek kapcsolják össze Dunaújvárost Vukovárral. Három területet emelnék ki. Gazdasági kapcsolatok, kis- és középvállalkozók esetleges együttműködése, kultúra, sport, ezt egy területnek nevezem, valamint a felsőoktatás, ez nagyon tetszett, nekik is van főiskolájuk, ahogy nekünk van.
most már önálló egyetemünk. Bízom benne, hogy e három területen a közeljövőben, tehát még a előttünk álló idei hónapokban konkrét együttműködés fog kialakulni. Ennek volt első lépése egy megállapodása leírása. A közös ebéd után tárlatlátogatásra hívták a vendégeket az Intercize Múzeumba. Ekkor Marian Pavlicsák, Vukovár alpolgármestere foglalta össze azt, hogy miért lehet sikeres Dunajvárossal a testvérvárosi kapcsolat. Először is a horvát nagykövet budapesti látogatásának köszönhető, hogy létrejött a testvérvárosi kapcsolat, ő sokat segített ebben. Úgy gondolom, hogy Vukovár hasonlít Dunaújvároshoz, hasonló kommunista múlttal is rendelkezik. Próbálunk olyan várossal kapcsolatot kialakítani, ami szintén a Duna partján helyezkedik el, és hasonló az infrastruktúrája is. Úgy gondolom, hogy mindkét fél, Vukovár és Dunaújváros is megtalálta egymásban azokat az elképzeléseket, amiket együtt meg lehet valósítani. Az Intercize múzeumi látogatás után egyetemi kampusztúra és a Dunajvárosi Kohász Kézilabda Akadémia bemutatkozása várta az újdonsült testvérvárosunk képviselőit. Következzenek kiemelt híreink még egyszer, röviden. Ünnepeltek a Békeváros részben. Ismét nyitva áll a parkoló az élményfürdőnél. Sportnap kicsiknek és nagyoknak. Munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk, mert következik az időjárás Gyöngyösi Péterrel, aki elmondja, milyen idő várható a hétvége hátralévő részében. Ne menjenek sehová, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Vasárnap is kialakulhat több tájegységünkön eső, zápor, keleten néhol zivatar is a szeles időben. Országszerte visszaesik a hőmérséklet, többfelé a 20 fokot sem éri el a csúcsérték. Hétfőn még keleten, északkeleten eshet, nyugat felől azonban egyre többfelé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Élénk lesz az északnyugati szél. 17-23 fokot mérhetünk. Kedden is északkeleten fordulhat még elő kisebb eső és marad a szeles időjárás. Szombaton egy hullámzó hidegfront hatását érezhetjük, mely megterhelő lehet a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőknek. Vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok rosszul lét jelentkezhet. A többfelé szeles időben pedig fejfájás, migrén is előfordulhat. Felerősödhetnek a görcsös panaszok, valamint feszültebbek, ingerlékenyebbek lehetünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!